A kismamák egyik leggyakoribb félelme a várandóság alatt kialakuló striák megjelenése. Most megtudhatják, hogy van-e valamilyen mód a megelőzésükre, illetve a már kialakult terhességi csíkok kezelésére. A várandóság 9 hónapja alatt a kismamák bőrének rugalmassága nagy próbatételnek van kitéve. Ez leginkább a has és a mellek területét érinti. Amikor a bőr nem képes megfelelő mértékben nyúlni, elvékonyodik, és megjelennek az úgynevezett striák. A kismamák többségének 50-70%-ának kialakulnak valamilyen fokban striák. Van, akinek szerencsére csak kis fokban, de vannak sajnos súlyosabb esetek is. A terhességi csíkok kialakulásának hátterében bizonyos esetekben a hormonális változások is állhatnak. Azok a hölgyek, akik már a várandóságuk előtti súlyfelesleggel küzdenek, nagyobb eséllyel számíthatnak striák kialakulására. Csak úgy, mint a nagyon nagy pocakot növesztő kismamák. Már az ókorban is használtak mindenféle praktikákat, olívaolajjal kenték be magukat a kismamák. Ezt a mai napig is alkalmazzák, hiszen az olívaolajban, illetve különböző növényi olajokban, főleg ricinus olajban vannak bőrtápláló anyagok, illetve a bőrrugalmasságát fokozhatjuk vele. És ha már a hasnál tartunk, a kismamák másik kardinális kérdése, a lapos has mielőbbi visszanyerése, ami a méh regenerálódásával kezdődhet. A méh regenerálódása a lepény megszületése után szinte azonnal elkezdődik, hiszen összehúzódik a méh, és a gyermekágyas időszakban az első egy hétben két naponta egy harántújjal lejjebb száll a méh. A méh teljes regenerálódása körülbelül 6 hét, amihez a szoptatás is hozzájárul, hiszen ilyenkor oxitocin hormon szabadul fel, ami méh összehúzódásokat produkál. Ezzel tehát méhünket tornáztatjuk. De vajon mikor jöhet a többi? Ahogy letelik a gyermekágy 6 hete, utána el lehet kezdeni a hasizomgyakorlatokat. Először kisebb mértékben, majd később lehet intenzívebben. Valószínűleg tinédzserkori alakjukat csak kevesen tudják visszanyerni. De senki ne keseredjen el, mert szülés után is lehet csinos anyukaként a már érett nők kategóriába tartozni.